Szeretettel köszöntünk mindenkit a Nemzeti Kerekasztal beszélgetésen. A két beszélgető, Torockai László, illetve Kirityán Zsolt. A témánk pedig a nemzeti sós kérdések, illetve az orosz-ukrán háborúval összefüggő nemzetbiztonsági kockázatok, valamint a magyarság létének, megmaradásának kapcsolatával összefüggő egyéb kérdések. Az első témánk már is belevágva a közepébe kifejezetten érdekes. Mindannyian tudjuk, hogy Orbán Viktor nemrég a tusványosi beszédében egy faj elméleti fejtegetést engedett meg magának, ami hát természetesen nagy felháborodást és nagy visszhangot keltett, úgy belföldön, mint külföldön. Természetesen kérdéses az, hogy a miniszterelnök ezt mennyire gondolta őszintén, illetve mi volt a célja ezzel a beszéddel kapcsolatban. Úgyhogy át is adnám a szót Kirityán Zsoltnak, aki ezt a témát elsőként hozta be a magyar közéletbe, hogy ő mit gondol erről. Hát a jobb késő, mint soha elve alapján, én rendkívül örülök neki, és tényleg nagyon érdekes dolog ez, hogy valóban azt lehet mondani, az elmúlt 12 évben, hogyha visszanézitek a kommunikációmat, ami különböző fesztiválokon, rendezvényeken, vagy akár csak ilyen magánelőadásokon ugye elhangzottak, akkor nagyjából azt tudom mondani, hogy amiért annak idején visított az úgynevezett férek tehát ez a szélső liberális média, ugye nevesítve őket, ugye Telex, 168 óra, úgy állítólag az most már nincsen, hála az Istennek, vagy akár népszabadság, népszava, vagy az akkori index, ugye, ami igazi kitanult az emberekből állt. Tehát, hogyha megnézzük, hogy miért visongattak, akkor az már ma, ma a világot tekintve, főleg Európát tekintve, ma már gyakorlati realitás. Sőt, mi több, hogyha belegondolok, néhány nagyobb, úgymond robbanást elért mondatom, illetve kijelentésem, az pedig ma már a kormánykommunikáció szerves részét képezi. Tehát annyira nem láttuk rosszul mi az elkövetkezendő időszakot, szóval ismételten bebizonyosodott az, hogy a realizmust ebben az országban a politika terén mi képviseljük. Röviden, tömören ennyit tudok most így hirtelen hozzátenni. Egyébként, aki meghallgatta a beszédet, vagy elolvasta a beszédet, egy reálpolitikai beszéd volt, szerintem nem volt rossz. Uh, igazából nem mondanám feltétlenül fajvédő beszédnek, egy identitárius uh, szövegvilága volt szerintem inkább, de maga a reálpolitikai jellemzése az, az mindenképp figyelmet érdemel. Uh, felmerül az a kérdés is a beszéddel kapcsolatban, mi volt ezzel Orbán Viktor célja. Úgyhogy ezt meg is kérdezném Torockai Lászlótól, hogy ő mit gondol erről. Szeretetek, köszöntelek benneteket, akivel még nem találkoztam itt az elmúlt napok folyamán. Önmagában szerintem ennek a beszédnek azért volt, volt, eredménye. A fő eredmény az az volt, hogy kicsit reflektorfénybe került Ormán Viktor egyik fő tanácsadója, Hegedűs Zsuzsa. Szerintem ez abból a szempontból fontos, hogy, hogy lássuk, hogy kikkel van körülvéve a miniszterelnök, a Fidesz elnöke, milyen fő tanácsadói vannak. Ugye Hegedűs Zsuzsa, aki tekintettel arra, hogy effektíve valószínűleg munkát nem nagyon végzett, de nagyon sok pénzt kapott az elmúlt évtizedek során az úgynevezett tanácsadásért. Ő nagyon jó példá, példája volt annak, hogy... Valójában a beszéd az valószínűleg azért hangzott el, mert az elmúlt napokban, és majd utána a tartalmáról azért én is elmondom a véleményemet, de ugye az elmúlt napokban, az elmúlt héten tematizálni tudtak. Tehát a közbeszéd nem, a, nem az emberek közötti beszéd, mert nyilván a piacon nem erről beszélgetnek, nem arról beszélgetnek az emberek, hogy Hegedű Zsuzsa lemondott vagy nem mondott le. De azt elérték vele, hogy az elmúlt hét az nem a rezsicsökkentés csökkentéséről, hanem hegedűs zsuzsa lemondásának a lemondásáról szólt. Ennyi. Azt is tudni kell, hogy Orbán Viktor velem ellentétben, aki ugye most is úgy estem be erre a beszélgetésre, hogy szegény Zsolti megkérdezte tőlem, hogy mi lesz ma a téma, ugye a beszélgetés témáját, mondtam, hogy mit tudom én, hát majd rögtönzünk, ahogy szoktunk. Ezek szoktak 20... jól egyébként. 20, 25 éve legalább ismerjük egymás Zsoltival, de lehet, hogy még több is, nem tudom. Mi mindig őszintén papír nélkül, ami a szívünkön, az a szánkon, úgyhogy mi nem aggódunk attól, hogy mi a téma, meg egyáltalán nem szokott olyan veszély fenyegetni minket, hogy itt ülünk megnémulva. Azért általában van mondandónk. Velünk ellentétben, ugyanakkor Orbán Viktor esetében, ezt nagyon régóta tudjuk még a Magyar Rádióban dolgoztam 22 évvel ezelőtt, amikor már ott volt olyan rádiós kollega, aki beszédírója volt Ormán Viktornak, tehát már 22 évvel ezelőtt is minden egyes beszédét megírták. Szerintem annyi változott azóta, hogy nyilván nagyobb a terhelés, sok idő eltelt. Most már, hogyha, ahogy látom, hogy Ormán Viktor elmegy egy vidéki művelődési ház átadójára, akkor is egy előre megírt beszédet olvas fel. Tehát egy ilyen jelentőségű beszédnél, ami ugye tusványos, tusványos olyan a Fidesznek, mint a mi hazánknak a Magyar Sziget. Tehát egy kicsit egy olyan, nyilván egy tágabb, tehát ugye ez nem egy pártrendezvény, de nyilván a, a mi holdudvarunkhoz tartozik, ugyanúgy a tusványos, ami nem a Fidesz pártrendezvénye, de mégiscsak a Fidesz holdudvarának a, a, része. Ott szokott kinyilatkoztatni nagy ideológiai elképzeléseket, ugye például az illiberális államról néhány évvel ezelőtt, tehát egy ilyen beszédre elképesztően sokat készülnek Orbán Viktor körül. Tehát azt egy egész csapat szokta megírni, és Orbán Viktor egyébként alapos ember, tehát azt nem feltételezem, hogy ő nem olvasta el a beszédet. Lehet, hogy a Piripócsi művelődési ház előtt tartott beszédet nem olvassa el, de ezt a beszédet biztos, hogy elolvasta. Ki is javította, elemezte, jól átgondolta. Tehát amikor most azt mondta Bécsben, hogy hát tulajdonképpen félreértelmezhetően fogalmazott, ez biztos, hogy kamu. Tehát ő pontosan tudta, hogy milyen hatásokat fog a beszéde kiváltani, és hogy mi a célja ezzel a beszéddel. Az egyébként egy mellék ennek az eseménynek, ami ezzel a mindegy, most próbálom magamat moderálni, mégis egy pártelnök lettem, már nem úgy van, mint a régi Magyar Szigeteken, szóval, hogy mit mondjak Hegedű Zsuzsáról, tehát, hogy ez a, ez a figura, ez a jelenség, ez a Hegedű Zsuzsa, ez ugye itt közben eljátszotta a nagy halált, aztán rájött, hogy hát azért az a néhány millió kéne havonta, az a jó autó, meg iroda, meg minden, amit kapott egyébként a semmiért, az nagyon kéne, és akkor ugye gyorsan visszavonulót fújt, hogy hát ő neki ez egy bocsánatkérés volt, ezt ő úgy értékelt, és akkor ő gyorsan kéri vissza az állást, hát valószínűleg már nem kapja vissza. Egyébként szerintem Orbán Viktorék is örültek, mert igazából egy, egy kullancs volt már a testükön, vagy egy ilyen, ilyen rajtuk maradt parazita hegedűs zsuzsa. A magyar adófizetők is egy picit talán jól járnak vele, hát ha nem kap majd valami más csatornán még a jövőben pénzeket az adófizetőktől, ez a Egedű Zsuzsa, mert hogy egyébként neki mi volt a szerepe, azt nem, nem látjuk. És akkor ugye mi a, mi a tartalom? Tehát a figyelemelterelés volt a cél, csak hogy hogy egyértelműen megfogalmazzam. A figyelemelterelés volt a cél. Irgalmatlanul nehéz helyzetben van a jelenlegi kormány, a Fidesz kormány. Nem csak a magyar kormány egyébként, hanem főleg az európai kormányok óriási bajban vannak. Foggalmam sincs, hogy hogyan tudnak majd mondjuk a ciklus végéig hatalmon maradni, nem csak Magyarországon. Itt, itt az, ami eddig elkezdődött, amit láttunk, az infláció elrepülése, a forint euro árfolyam elszárnyalása, a rezsicsökkentés csökkentése, ugye a mai bejelentés, ami ugye elindul a felé, hogy az üzemanyag világpiaci, úgymond világpiaci árát is meg kell majd fizetnünk. azért az, a az szép lesz, amikor mondjuk kilencszeres lesz a, a, csak mondom, hogy mi lesz itt télen, tehát kilencszeres lesz a mondjuk a gáz két-háromszoros a, a villanyszámlánk, 700 forintos lesz az üzemanyagár, a benzinár, és akkor még, ez még nem a vége, ugye nem lesz már kata, mert azért legalább valaki túlélt mondjuk egy katával, ezek most mind meg fognak szűnni. De cserében online módon beleszünk kötve mindannyian a naphoz, sőt, ugye, ami, amit ugye amiről évek, óra, évek óta beszélek, ami nagyon régi terv volt, hogy. Bocsánat, csak a ventilátort kérem, hogy állítsuk le, mert úgy érzem, hogy mindjárt kirepülök felétek, és és az, az akkor nehezebb úgy beszélni. Köszönöm. E, szóval az a helyzet, hogy, hogy... Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy elállítódott a hajam. Az a szerencs, hogy szokták a YouTube kommentelők írni, hogy egyre kevesebb haja van a pártelnök úrnak, meg hogy a régi magyar szigeteken mennyivel több hajam volt. Tudom, mert mindenki, mindenkinek ugye a Laci maradtam én, hiába be a parlamentbe, azért Laci vagyok, de már 44 éves elmúltam, már nem az a 20 éves Laci, aki a Magyar Szigetet alapította. Na, szóval igen, ma nem lesz hajam. Tehát ha még, még sokáig harcolunk, nem lesz hajam. Szóval, de Zsoltinak se egyébként. <laughs> Bocs, megőszül a szakáll. Határtalan egoizmus, figyelitek? Ez egyébként... lesz a veszte. Egyébként, egyébként erről majd kell beszélnünk, mert szegény Géza azt hitte, hogy majd itt ő fogja moderálni ezt a beszélgetést, de ez mindjárt elszabadul, ez a beszélgetés, aztán ti is majd kapcsolódjatok be a kérdésekkel, mert legyünk interaktívak, hál' Istennek nem a YouTube csatornán vagyunk, így nincs cenzúra sem. Tehát az előbb is valaki elmesélt nekem egy helyi történetet, akivel itt beszélgettünk, hogy, hogy terrorizálja őket a hogy is mondta a más kultúrájú emberek. Mondom, mondd ki, hogy cigányok, tehát itt most nem a Facebookon vagy, nem a média, beszéljünk nyíltan, egyenesen, őszintén minden problémáról. Kivel van bajotok? Cigányokkal? Akkor arról beszélgessünk. Hogy miért van? Mindenről beszélgethetünk őszintén. Ne, ne engedjetek az öncenzúrának. Rászoktattak minket arra, hogy állandóan öncenzúrázzuk saját magunkat. Hát nézzétek vissza, volt egy olyan tévé, hogy N1 TV, Nemzeti egy TV. A múltkor a Youtube-on elém került egy, egy híradója, még amikor a Jobbik bejutott 2010-ben a parlamentben. Tehát olyan híradót nyomtak, hogy a deviáns buzárások felvonultak, és sértő módon, és a gyerekek szeme láttára, stb. Most eltelt tíz év, a nemzeti radikális tábor is, hogy LMBT, QP, IZÉ, nem tudom, már nem is tudjuk követni. Tehát beszéljünk őszintén, ez egy deviancia, beszéljünk mindenről, nem gyűlölettel, tehát értsétek félre, de őszintén beszéljünk mindenről a problémáról, és ha meg kell magunkat védeni, akkor védjük meg magunkat, ez ennyire egyszerű. Na, szóval, ugye Géza többet már nem kap szót, csapongunk majd itt mindjárt Zsoltival, a lényeg, tehát, hogy arról azért majd beszélnünk kell, hogy, hogy lassan kiúlik a hajunk, megőszül a szakálunk, stb. Ez azért lesz majd fontos kérdés, mert én is akarok majd kérdezni Zsoltitól, amit nyilván négy szem között baráti beszélgetések során állandóan megkérdezek Zsoltitól, hogy mi lesz az utánpótlással. számomra ez nagyon fontos kérdés. Tehát nem, bár ugye nagy az egónk, mert ugye ez azért zavar minket, hogy megöregszünk, de, de azért nem annyira, hogy, hogy elfelejtsük azt, hogy mi a mi eredeti feladatunk a hazánkért a civilizációnkért, a népünkért való harc. És ebből a szempontból a legfontosabb, hogy mindannyiótoknak, akik ma itt ülnek, hogy lesz-e utánpótlás. Tehát van-e értelme a mi munkánknak? Tehát lesznek itt még magyar gyerekek? Lesz itt még magyar jövő? Lesz még európai jövő? Tehát egyáltalán a civilizáció, na ez az, így kell, így kell, lesz, így van. De ez rajtatok múlik, ez rajtunk múlik. Ez rajtunk múlik. Na, de majd ilyen visszakanyarod, a még szegény Orbán Viktor Azért kapjon már annyi figyelmet, hogy a, itt a Magyar Szigeten is, hogy a beszédét azért picit elemezzük ki. Tehát tényleg olyan óriási, elképesztő baj van, amit igen évek óta előre jeleztünk. A Mi Hazánk Mozgalom évek óta előre jelezte, hogy mi lesz. Nagyon sajnálom, hogy most már tényleg mindenki kezd a saját bőrén érezni. Ugye amit látni kell, hogy ez a rengeteg minden, amiről beszélünk, tehát az, hogy elszállnak a rezsijárak, az, hogy elszáll az üzemanyagár, az, hogy energiaválság jön, az, hogy, hogy, szét fognak minket adóztatni. Itt nem áfa csökkentés lesz, hanem még sokkal több adóteher lesz nem sokára. Tehát, hogy, hogy, ezt nem azért láttuk előre, és ezt nagyon sokszor elmondtam már, mert jós tehetség vagyok, mert van itt most hogy ugye kampány van, ugye polgármester választás lesz, ugye, mert ahogy lemondtam a, a parlamentbe kerülés után, sajnos ugye ez kötelező. Van itt egy jelölt, a, a, hogy hívják, Gattyán György, ugye a, a Pornó milliárdos pártja, akik ugye mindenféleve kampányolnak, hogy szabadítsuk fel a tíz éve tartó mi hazánkos rémuralomból, meg ilyen hülyességek, mert hogy itt, itt csak ez az egy politikai ural mindent. Hát demokratikusan teszem hozzá. De ma három választáson győzött a mi hazánk. És ez borzasztó dolog, mert ugye azóta annyi minden épült, hogy ezt meg kell állítani, hogy megint romboljanak, meg, meg fel kell szabadítani itt a határt, tehát annyi migráns akar jönni. Tehát most itt elmennénk az erdőbe, 10 percen belül fogok nektek 50 migránst. Itt vannak az erdőben, attól, hogy nem látjátok őket, mindenhol ott vannak. És láttátok, igen, volt, volt aki fogott Magyar-sziget látogató, és fogott migránst ide, idefele jövett. Szóval, hogy nem azért tud ezt előre megmondani, mert jósok vagyunk. Ugye a Gattyán pártnak, ennek a memónak, vagy minek, az ásot, ami jelöltje, az egy jósnő. Tattyána. Tattyánának hívják, ő jósnő. Tehát van olyan párt, aki jósokkal indul, de én nem vagyok az. Tehát én nem azért tudtam nektek előre ezt mondjuk megjövendőlni a Youtube videóimban, meg tudom megmondani azt is, hogy mi lesz most, mert jós vagyok, és a, a varázs gömbömből én ezt kinézem, hanem azért, mert ezek tudatos, politikailag eldöntött és irányított folyamatok. Tehát az elmúlt kettő, három, négy évben, ami elkezdődött, az mind politikai döntés kérdése volt. Tehát mit mondanak most? Hogy energiaválság van, miért lesz 700 forint hamarosan mindannyiunknak, most még csak a cégeknek, mától. Ugye bejelentették is egy óra múlva, ma déltől már él is. Tehát még, még itt voltatok nézelőttetek, és közelbe is vezették. Tehát ha céges autóval vagytok, akkor visszafelé a Magyar Szigetről már már, már, már már amit kiszámoltatok, hogy annyi pénz maradjon még a lángos meg a sör mellett, az már nem jön be. Lehet, hogy már nem juttok haza, meg közben megduplázták a benzinárát. Tehát nagyon durva intézkedések vannak. És ennél sokkal durvább lesz a helyzet. De ugye, amikor azt mondják, hogy, hogy hát sajnos nem lehet mit tenni, így alakult a helyzet, ugye, hogy 700 forint, meg 800 lesz, majd 1000 is az üzemanyag a benzinkúton, ha lesz üzemanyag. És akkor azt mondják, hogy így alakult. Nem. Ezt így alakították. Tehát ezek mind tudatos, konkrét politikai döntések eredményei. Amikor azt mondják, hogy energiaválság van Európában, akkor annak az alapjait évekkel ezelőtt ugyanaz a kör, ugyanaz a kör letette, aki azt mondja, hogy ő a természetet védő a klímapolitikájával, amivel mi maximálisan egyetértünk, ugye mi zöld párt vagyunk, ami az ágmozgalom mozgalom, nem csak nemzeti színünk a zöld, hanem mi szeretjük a természetet, és védjük a természetet, a környezetünket. Csak hogy valójában, akik ezt mondták, akik a klímapolitikát, például ugye a nagy kedvenceink, a világgazdasági fórum, aki már hosszú évekkel ezelőtt arra kötelezte, és azt az ajánlást adta, a kormányokat irányító globális nagyvállalatokon keresztül, hogy a klímapolitika miatt át kell állni a zöld energiára, ami ugye mit jelentett? Azt jelentette, hogy szerencsétlen németek, akik ugye, és nem menjünk bele a második világháborúba, vicceltem Zsoltinak, mondtam, hogy majd arról beszélünk ma, de nem akarok most ebbe belemenni, de ugye a németeket a második világháború után gyakorlatilag kivégezték. Tehát mentálisan azt a népet, azt megsemmisítették. Tehát a minden elmebetegségre, Ma Németország a leginkább fogékony. Tehát amikor bejelentették, hogy az összes atom, atomerőművet be kell zárni, és mostantól majd csak szélerőművel és napenergiával fog működni minden ország, németek voltak az elsők, akik minden tudományos vélemény ellenére ezt meglépték, és bezárták a rengeteg pénzből felépített atomerőművüket, megsemmisítették, és most ők vannak a legnagyobb bajban, teszem hozzá. De lennének a háború nélkül is, mert konstans energiát soha nem adnak ezek az erőművek, mármint a szélerőmű, a szélkerék, a, a nap és a, és a többi. Tehát nem tudnak folyamatosan ugyanannyi energiát biztosítani az ország működéséhez, és itt nem véletlenül így fogalmaztam meg, ugye bemutattam azt, hogy Magyarországon az energiafelhasználás ugye az áramon keresztül 31%-a csak, ami a lakossági felhasználás. Az összes többit az ipar, a gazdaság szereplői használják el. Most kik ezek? Ugye Magyarországon is látjuk, hogy úgy állították be a gazdaságunkat, hogy a nagy globális cégek, a multicégek tarolnak. Tehát mondjuk egy kecskemét melletti Mercedes gyárnak képzelhetitek annak az óriási telepnek, hogy milyen energiafogyasztása van. De hát folytathatnám a sort. Nekik lenne miből magasabb energiárakat fizetni? Nem, nem ezt csinálja most a kormány. Megfizetteti a lakossággal. Szívjon a 31%-nyi fogyasztó, tehát a 9 nem tudom, 9,6 millió magyar. Ez a durva ebben a helyzetben. Ez a durva ebben a helyzetben. És a kormány, a tényleg nemzet és a magyarok számítanának, lenne, lenne teendője, tudna mit tenni. Azt mondaná, hogy figyelj, csak akkor közterviselés van, akkor vegye ki a Mercedes, meg a többi jobban az energia árakból akkor a részét. Úgyis ezek azok a multi cégek, németországi gyökerű multi cégek, akik annyira támogatták a nagy zöld energiára való átállást, az atomerőművek bezárását, ami konstans energiával, árammal tudja látni az egész országot. Kiszámítható módon. És megszüntették. És itt van a Paksi atomerőmű nagyon régóta. Istennek legyen hála, soha semmi biztonsági problémánk igazából nem volt az atomerőművel. Ma már sokkal biztonságosabban működhethetők, mint akár 20-30 éve. De ezeket bezárták, mert valaki ezt eldöntötte. Ez egy politikai döntés volt, és ezért van energiaválság. Persze most ráfogják az oroszokra, de hát az áramot nem tőlük kapjuk. Hát az áramnak az 50%-át a paksi atomerőmű a magyaroknak megtermeli. Miről beszélünk? És ez az egész, ez az egész, tehát ebből csak 31% a lakossági fogyasztás. Ezért mondtam azt a parlamentben de a kormánynak, amire persze szokás szerint semmilyen választ nem kaptam. Elkezdtek teljesen másról beszélni, a kormány képviselői. Ezért van az, hogy azt mondtam, hogy a teljes magyar lakosságot olcsó árammal el lehetne látni. Erre megduplázzák, megháromszolozzák mostantól az áramárát. Elképesztő, érthetetlen. És amikor. Arról beszélünk, ez a folyamat egyre rosszabb lesz, akkor megint nem a jós gömbömből veszem, hanem tudjuk azt is, hogy évekkel ezelőtt például nem csak az előbb említettem, hogy online módon bekötnek minket a nav és mindent lássanak rólunk, minél több bőr tudjanak ugye lenyúzni rólunk, miközben már elviselhetetlenek a terhek. Legyünk őszinték, lehet szidni a katás vállalkozókat, lehet azt mondani, van benne igazság, hogy ők kibújnak, mert sokan kibújnak, mondjuk az adófizetés, hogy mondjam, kötelezettsége alól, vagy egy havi 50 ezer forinttal megoldják, de azért, mert ilyen környezetet teremtettek. Mert ha minden befizet minden szerencsétlen magyar kisvállalkozó, akkor garantáltan csődbe megy, és ilyen hal a családja. Ezért van, nem azért, mert, mert a magyarok alapvetően adócsalók akarnak lenni. Ha nem azért, mert így élünk, erre szoktattak minket évtizedek óta. Ezek is tudatos döntéseknek az eredményei. Ezt is látni kell. De ugye a katás döntés, itt volt az elmúlt hetekben a kormánynak, hogy csak hogy Orbán Viktor miért beszél a fajelméletről, még mindig ott tartunk. Milyen döntést hozott a kormány? Azt mondta, felszámolja a katát, oké, okay, 400 ezer magyar kisvállalkozót, kényszervállalkozót ezzel kicsinálnak, vagy legalábbis mondjuk 300 ezeret közülük. És kik azok, akik egyébként a tüntetéseket vezetik? Ugye én kimentem az elsők között, de gyorsan le is vonultam onnan, két dolog miatt. Egyrészt a Momentum meg a kutyapárt miatt, tehát az elmebeteg drogos liberálisok, akiknek egyébként a gazdái, ugyanazok a globális nagyvállalatok, akik miatt itt tartunk, ők átvették az irányítást a tüntetések felett, és ezért viszont vidéken a mi hazánk fog most tüntetni, mert vidéken ezt nem tudják megtenni. Sajnos Belpesten ők gyorsabbak. Belpesten gyorsabbak. Ott vannak minden utcasarkon, ott állnak, ráérnek. Ezért fizetik őket külföldről. És amikor ezt láttam, hogy ők veszik át a tüntetések irányítását, akkor szépen mi, a mi hazánk úgymond ebből kiszállt, miközben tiltakozni kell az ellen, amit a kormány a magyarság ellen tesz. Csak mi nem akarunk ezekkel vegyülni. A másik dolog pedig, ami engem erősen zavart, ugye egy videót is készítettem a témáról, igaz, a videót akkor kezdtem el készíteni, amikor még nem robbantak ki a tüntetések, valahogy bejött a megérzés, olyan leszek már, mint a béka az üvegből, hogy megérzem előre a frontokat. De hogy a, a, azért az furcsa volt, hogy pont a futárok, éppen a futárokról csináltam egy ilyen futárcégekről egy videót, nagyon egyszerű, nem tanácsadóim vannak, nekem nincsenek hegedű zsuzsáim, hanem egyszerűen rendeltem néhányszor kaját, ugye főleg akkor lehetett ételt, szoktunk rá az ételrendelésre, amikor ugye bezárták az éttermeket, az is tudatos döntés volt, csak ráfogták a koronavírusra. Milyen érdekes, hogy ez alatt a három év alatt minden jön, ami nem volt soha száz évig. Koronavírus, majom, mi himlő, vagy micsoda majom himlő, eh, háború, minden, mind energiaválság, minden most jön. Ugye milyen barom érdekes, milyen furcsa, milyen furcsa dolog ez. Miközben, miközben egyébként, eh, hogyha látjuk, hogy ezek mögött milyen politikai döntések vannak, akkor, akkor nagyon gyorsan összeáll a, a kép hogy valójában mi is történik. És amikor azt láttam, hogy rendelek ételt Budapesten, és az utóbbi hónapokban néha, amikor Budapesten ételt rendeltem, fehér ember nem jött ki. Még örültem, és nekem mondom, ez legalább nem ismer fel, akkor lehet, hogy nem köpött bele az evédembe. De, hogyha mondjuk valami DK-s futár hozza ki, Torockai László névre, azért ugye nekem mindig benne, vagy mindig azért így átvizsgálom előtt, hogy mi van az ételemben. De, de ugye, ugye ezek magyarul se tudtak. Tehát egy, egy tanzániai néger hozta ki az ebédemet Budapesten, nem tudott, hogy, nem tudnék angolul, mondjuk ő angolul sem nagyon tudott, de ő megértette az akcentusomat is. Nem tudtam volna vele kommunikálni, és amikor a tizediknél ez volt, akkor elkezdtem nyomozni, hogy mi van. És ugye így született az a, az a videóm, ami arról szól, hogy például ezek a globális nagyvállalatok, ezek mindent bekebeleznek, megfojtanak. Tehát hiába csináltak magyarok egy ételfutár céget, ugye még Netpincér néven futott egy darabig. Minden országban, nem csak Magyarországon van, ezek a cégek például ez a Volt, vagy akár a Foodpanda mögötti kis nyomozással lehet hogy kik állnak mögötte, amerikai globál cégek, ezek minden országban. Tehát Horvátországban, még Szerbiában is, múltkor Újvidéken is láttam, hogy már Volt futárok vannak. Még Szerbiában is bekebelezik a helyi nemzeti kis cégeket, hogy, hogy ebből ők profitáljanak. Olyan brutális, Profitjuk van globálisan, és Magyarországon is. Ami fölfoghatatlan, ugye 108 milliárd forint volt azt hiszem a bevétele, videómban ott vannak a konkrét adatok. Magyarországon meg ötszörözték ebből, ugye 5 milliárd lett a Covid évében. Ugye a covid köszönhetően erősödött ez a globál cég. Milyen érdekes, hogy mielőtt bejelentették a koronavírust, Előtte két évvel a Volt és a Foodpanda mögötti amerikai globál cégek mindenhol fővásárolták a helyi ételfutár cégeket. Micsoda fantasztikus véletlen, nem? Ez megint egy olyan óriási véletlen, mint Bill Gates, aki kettő hónappal, ugye 2019. szeptember 4-én megvásárolja és beszáll a német BioNTech cégbe, vagy a Karikó Katalinék cégébe, a szegedi biokutató cégébe, és utána ők dobják piacra a pfizer és az oltásokat. Tehát micsoda fantasztikus véletlenek, nem? És mindegyik meg ezer szerezte a vagyonát azóta. Az összes ilyen globál cég, aki, akiről szoktam beszélni, akik ugye a világgazdasági fórum tagjai. De ezek kimutatható számok. Tehát lehet erre azt mondani, hogy hú, ez valami összeesküvés elmélet. Számok alapján beszélek erről. Ezzel nem lehet vitatkozni. Ezért szokták azt, hogy akkor el kell hallgatni ugye a torockaiékat. Ha nem lehet, akkor Ugye most például most bajban vannak, mert, mert most már nagyon sok embernek kinyílt a szeme. És ugye mit csinál az Orbán kormány ebben a helyzetben? Úszik az árral, együttműködik. Nem ők találják ezt ki, nem ők találják ki, de nincs kellő bátorságuk ezzel szembeszállni. Úsznak az árral, ugyanazt teszik, amit az Európai Unió többi országában mert nem csak Magyarországon fogják megterhelni a, a dolgozó őslakosokat, nem a migráns bevándorlót fogják Franciaországban, Németországban megterhelni, a dolgozó fehér embert, az európai mindenhol. Mondok még egyet, ugye, amit talán ö, figyeltétek az eseményeket, bár ugye a magyar média egy megveszekedett szót nem említette erről, ha nem lennének holland politikus barátaim, nem is tudnék róla valószínűleg, bár Magyarországon éppen Szakács Árpád számolt be erről, ha már itt tartunk, hogy mennyire hallgatja a magyar média, de hogy itt volt Márkó barátom, aki itt volt az első nap a nemzetközi kerekasztal beszélgetésünk, ugye van egy holland testvérpártunk, parlamenti párt Hollandiában, aki ugyanazokat mondja, amit mi erről, a világgazdasági fórumról, a Covidról, mindenről, és hát ugye ők nekem szóltak az első nap Hollandiából, hogy hogy nézzem már meg, hogy ugyanaz a Klaus Schwab, ugyanaz a világgazdasági fórum kiadta gyakorlatilag az európai földművesek, mezőgazdaságból élők, farmerek lemészárlását. És ugye ezt gazdaság értelemben értették, tehát tönkreteszik, kivéreztetik most még a, a nyilván nem a, nem a bevándorló nigériaiak művelik a földet Nyugat-Európában sem. Oda kimentek, akkor ott még, ellentétben mondjuk Rotterdammal, Amszterdammal vagy Párizsal, ott még találtok igazi Hollandot, meg Franciát, de kint dolgoznak a földeken. Most őket gazdaságilag kivéreztetik, becsődöltetik, elveszik a földjeiket, mindenüket. Kiadták a, a, a parancsot erre, de ugye amikor azt mondtam, hogy kivégzik őket, akkor nem gondoltam volna, hogy éles lőszerrel lőni fognak rájuk, amikor ugye lezárják az autópályákat, tüntetnek a gazdák, hetek óta, hetek óta megállás nélkül megy a. A protestálás, és egy, egy betű nem jelenik meg az itthoni médiában. És éles lőfegyverre rő, lő rájuk a rendőr. A dolgozó munkában megfáradt őslakos holland fehér emberre. Miközben a bűnözők meg szétverik a, a migráns bűnözők a városaikat. Várki elmegy nyugat európában látja, hogy miről beszélek. Elképesztő. Tehát olyan, mintha háború lenne az őshonos európai népek ellen. És mi vagyunk a fő céltábla. Ebben az egész világválságban megnézitek, Európa szenved a legnagyobb károkat. Kína nem, az Amerika Egyesült Államok sem. Nem véletlenül, hogy nem csak a forint romlik egyébként, a dollár euró árfolyamnál is a dollár fölfele jön. Az amerikaiak ebből is baromira jól jön neki. Az euró és egész Európa az viszont akkor zuhan, és ha a német gazdaság megtérdel, akkor mindenki megtérdel, mert arra építették a multikon keresztül az Európai Unió gazdaságát. Tehát óriási a baj, csak ezt szerettem volna ebben a rövid kis barokkos körmondatban elmondani. Most amikor ilyen helyzet van, ellentétben a mi hazánk mozgalommal, mit csinál a Fidesz? Kiszolgálja a globális disznófejű nagyurakat, tehát végrehajtja ugyanazt, amit a többi országban tesznek. Próbálja persze tompítani, nem mondhatjuk azt, hogy nem próbálja a Fidesz valamennyire tompítani. Próbálja tompítani ezeket a hatásokat, de, de összességében ugyanazt teszi. És amiért mi jobban meg fogjuk érezni, az azért, mert a mi gazdaságunk sokkal rosszabb helyzetben van, és a nemzetgazdaságunk pedig nem létezik, tehát mi egy kiszolgáltatott ilyen gazdasági lélegeztetőgépen vagyunk. Ezért borzasztóan meg fogják a magyarok ezt szenvedni. És a Fidesz és Orbán Viktor ezt tudja. És mielőtt bejelentik azt, hogy most már a benzinár is elszáll, és ennek nem lesz vége sajnos, ugye jelzem, hogy ha teljes tervet akarjuk ismertetni, arra mondjuk most Időhiányában nincs lehetőségem, szegény Zsolti, így is már jó régóta nem kapott szót, de majd, majd, majd utána nem ad nekem. Én élvezem, mikor beszélsz, tehát sajt. szegény Zsolti barátom. Szóval az a helyzet, hogy, hogy azért ennek a térnek vannak olyan részletei is, ti biztos ismeritek, mert itt vagytok, ti nem az algoritmus vezet benneteket, ti gondolkodó emberek vagytok, de ugye akkor biztos tudjátok, hogy ennek azért olyan elemei is vannak, hogy digitális pénz. Tehát amikor a végén leszünk majd ennek a történetnek, ez pár év, tehát ugye én néhány évvel ezelőtt, amikor erről beszéltem, akkor azt mondtam, hogy jaj, mi ezt úgy se érjük meg, de megértük a háborús éveket, a, a, a nehézséget, a nélkülözést, a, az energiaválságot, nem lesz üzemanyag a benzinkúton, de, de, mint a Mad Max című filmek fiatalkoromban, az lesz itt, anarchia lesz. És ez nem, 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 a, egyébként ha a gyerekeim él, élnék meg ezt a világot, engem az is zavarnének, és is harcolnék ellene, de nincs e, ilyen jó hírem, mi mindannyian meg fogjuk ezt élni valószínűleg. Tehát a következő években ez most már itt van, ez beköszöntött, ez az időszak. És egyre keményebb lesz a helyzet. És ebben a helyzetben mit csinál a Fidesz? Nagyon régi politikai iskola, gumicsont, elterelés, beszéljenek most erről. És mondok egy nagyon érdekes mellékszálat ezzel kapcsolatban, amire érdemes felfigyelnetek. Hogy a, az Európai Bizottság nem szólalt meg. Ugye Timmermans kirakott egy Twitter bejegyzés, hogy elítéljük a rasszizmust, de nem említette azt sem, hogy Orbán Viktorról beszél. És az Európai Bizottság egy, egy ilyen fajvédő beszédnél, ami, hogyha Magyar Sziget színpadán hangzik el, Kirityán Zsolt, vagy az én számból, az természetes dolog, tíz éve is beszéltünk erről. Igen, igen, a nemzetközi kerekasztal beszélgetés során is itt ült a német AFD képviselője, tehát elég komoly pártok ültek itt ugye szerdán. Itt is elmondtam, hogy jó lenne ezt, hogyha más európai népek is átvennék tőlünk magyaroktól, hogy, hogy mennek ilyen tisztán és őszintén erről beszélni, hogy igen, mi értéknek tartjuk azt, hogy magyarok vagyunk, az, hogy ehhez a kultúrkörhöz tartunk, ugye mi északi civilizációk nevezzük, ami Vladivostoktól egész a kelta civilizációig tartozik, mi meg akarjuk őrizni ezt az értéket, és mi baromira büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, hogy fehérek vagyunk, hogy férfiak vagyunk, hogy nők vagyunk, hogy keresztények vagyunk. Mi, mi ezek, akik vagyunk, amit hoztunk az őseinktől, mindenre büszkék vagyunk, ez a lényeg. És mi ezt meg akarjuk védeni. És ha a tanzániai néger erre büszke lehet, ha. ha ha az indiai, az indiai büszke lehet arra, hogy indiai, ha nem tudom, pápua újgíneai büszke lehet arra, hogy ő pápua, pápua újgíneai, akkor hagyj legyünk már arra büszkék, hogy hogy európaiak vagyunk, fehérek vagyunk, sőt, eurázsiaiak vagyunk, az északi civilizációhoz tartozunk és magyarok vagyunk, mi meg ilyenek vagyunk. És ezt meg akarjuk véden, igen, igen, nem akarunk összekeveredni a tanzániai feketékkel. Ennyi, ezt mi kimondjuk, kész. És a, a helyzet az, hogy Orbán Viktor soha nem beszélt erről. Soha nem gondolta ezt ilyen jelentőségű problémának. Pár éve ugye, főleg amióta ásotthalomról ez a migrációs történet a kerítésépítéssel elindult, azóta beszél erről a témáról, de ilyen tisztán nem beszélt még erről a témáról, mint most a túlsványosi beszéde során, de élek a gyanúperre, hogy ezt előre egyeztette a főnökséggel. Tehát az, hogy erre nem reagál az Európai Bizottság vezetése, konkrétan Orbán Viktort megnevezve, őt kiátkozva az európai, hogy szokták mondani, demokrata és nem tudom milyen közösségből, hát az, hogy ez nem történt meg, ez ezt erősíti. Hogy volt egy megegyezés, aminek az volt a lényege, hogy igen, meghajolunk, megtesszük azt, amit a globális körök szeretnének, mi is sodródunk az áral, majd egyébként a, most vásárolunk ugye plusz gázt nyilván a magyar adófizetők pénzéből az oroszoktól, ha belemennek most az oroszok, és közben mi az, amit már hallunk uh, uh, Ursula von der Leyen asszonytól, hogy szét kell majd osztani. Adjunk a németeknek, mi magyarok, tehát mi magyarok, a szegény magyarok, mi adjunk a mi gázunkból. Azoknak, akik egyébként lelkesen szolgálták ki Klaus Schwabnak, meg a többieknek az elképzeléseit. Nekünk kell majd szétosztani a meglévő gázt, meg olajat. Elképesztő. Tehát én élek a januárra, hogy van egy, meg, van egy megállapodás, már ne, nincs akkor aggodalom a, a kormány részéről az elmaradt uniós pénzek ügyében sem. Látom, nincs már olyan nagy stressz. Tehát Navracsics Tibor valószínűleg már ezt is letárgyalta, meg fogják kapni, nem lesznek most beruházások egy másfél évig valószínűleg, mert ugye a központi költségvetésből eddig meghitelezték a választások előtt, már nincs pénz az uniós pénz, mire megjön, nagy a bürokrácia, a döntéshozata, az körülbelül egy év. Mire ismerve Magyarországon a top az operatív programokat, itt két évig semmi nem fog épülni ebben az országban. Még ásotthalmon se. Semmi. Tehát leáll az ország. Nem lesznek beruházások. De utána lesz. És azt látom Navras és Tiboron, pont előttem ül, hogy a parlamentben, de azt látom rajtuk, hogy ők már megegyeztek megegyeztek. És ez erről szólt ez a beszéd. Ezt is előre valószínűleg Brüsszelben már tudták, hogy mit fog mondani Tusványoson. A románokat nem értesítették, a román kormány őrjöngött, hogy itt miket mondanak Erdélybe, de az ugye senkit nem érdekel. De a helyzet az, hogy valójában ennyi ez a beszéd. Független attól, tartalmáról pedig röviden és tömören, hogy az alapigasságok, amik ott elhangzottak, azok létező igazságok. Igen. Amit, ahogy az Zsolti megfogalmazta, ez egy létező probléma. Ettől függetlenül. Csak látni kell mögötte, a mögötte meghúzódó nagy politikai szándékokat. Hát akkor rövid válaszom ennyi volt, és akkor Zsolti, mivel folytassuk? É. És ha, hadd, emeljem ki, hadd emeljem ki, hadd emeljek ki két dolgot, mielőtt esküszöm, visszavonulok. Két dolgot, és utána csak Zsoltit hallgassuk. Két dolgot, mert a Zsolti, Zsolti szót kap, ugye szegény, nem vető senki nem vállalta a Nemzeti Kerkasztalban való részvételt. Mindegyik nemzeti szervezet valahol máshol van, mert elfoglaltságukakat. Szerintem ezért nem, mert hogy tudták, úgy sejtünk, a toroszka emelet szóhoz. Zsolti, hagyd hagy mondjak el valamit, akkor felkonferálva még Géza kenyerét elvéve, hogy itt nem csak arról van szó, hogy Kirityán Zsolt fogalmazott meg olyan dolgokat legelőször, amiket ma már Orbán Viktor mond, mindegy milyen szándékkal, de most már maradva a tartalomnál. Nem csak erről van szó, hogy Kirityán Zsolt volt, aki ezeket kimerte mondani legelőször, hanem azért, hogyha jól belegondolunk, az elmúlt 13-15 esztendőben rettenetesen nehéz volt nemzeti szervezeteket létrehozni, de ami ennél létrehozni még létrehetett az, hogy 10-15 vagy akár 20 éven keresztül fejlődőképes nemzeti szervezetek maradjanak, ez nagyon nehéz úgy. Ráadásul, hogy ugye körönkívüli, tehát pénz, állami támogatás nélküli szervezetekről beszélek, nagyon kevés szervezet maradt talpon. Ezen az egy kezemben meg tudom számolni, pedig 2006 és 10 között még rengeteg volt. Nagyon kevés maradt ezek közül talpon. Ezek közül talán az a TikTok videó a bizonyítékra, ami most 800 ezer megtekintésnél van, mert Zsolti nem nagyon használ internetet, csak Zsoltinak mondom, 800 ezer megtekintésnél jár a videónk, amit itt fölvettünk, ugye a cigány pártelnöknek üzenve. Ott azért lehet látni, hogy nagyon sokan mondták, hogy milyen fantasztikus trükkfelvétel, hogy ott olyan óriási, végeláthatatlan sorokban vonul a betyársereg mögöttünk. Nem, nem, ennyien vannak, az nem trükkfelvétel, ennyien voltak itt Ásotthalmon. Tehát az, hogy képesek voltak úgy, hogy válogat, válogatják az embereket. Kell ugye küzdősporttudás, stb. És képesek voltak ennyi éven keresztül, tizen, 15. Tizenöt 15 éven keresztül az a betyársereg, aminek alapító tagja vagyok, a nevét, a, a, a logóját ö, ö, alkottam, de az első pillanattól kezdve Tirityán Zsoltot fogadtuk el ennek a szervezetnek a vezetőjévé, én nekem úgyis is más dolgom is van, és, és az, hogy, az, hogy ö, ö, és nem is lettem volna alkalmas, nem is lettem volna erre alkalmas a legnehezebb szervezet vezetője Tirityán Zsolt, mert olyan emberekből áll a betyársereg, olyan emberekből áll a betyársereg, ahol, ahol harcművészek vannak közöttük, erőemelő Európa bajnok, talán még a világbajnok, a világbajnok is van. Világbajnok is van közöttük. Nyilván nagyon sokan, mivel erőemberek ugye foglalkozásukat tekintve biztonsági szakmában dolgoznak, éjszakában, portáznak, diszkókban, stb. Tehát megszokták azt, hogy ők általában ki az utolsó szó. Na. Tehát, hogy ők főnökök a saját kis falujukban, saját világukban, városukban, és egy ilyen közösséget úgy összetartani 15 éven keresztül, hogy nem pénzt tartott össze soha a mert soha nem kaptak semmilyen állami finanszírozást. Pedig postaimra megmondta, nem? Tehát, <laughs> Na, tessék. És azt azért elállok nektek egy kulisszatitkot, amikor most bejutottunk a parlamentbe, akkor azért nagyon sok szervezet, olyanok is, akiket nem láttunk az elmúlt években, megkeresett már engem, hogy valami támogatást tudunk-e nekik biztosítani, már hogy anyagi pénzügyi támogatást. Hát volt néhány szervezet, az egyik pont a betyársereg volt, akinek a vezetőjét nekem kellett fölhívni. Zsolti, nincsenek rendezvényeitek, fesztiválatok, nem kell, nem kell valami támogatás? Van pártalapítvány, tudunk euh, támogatni benneteket. És mondta Zsó, tehát végül is most is lesz, ugye akkor csináljunk már reklámot. most. Hát, a holnaptól Gulyás marci már nem alszik, mert hogy, hát ez megtudja, hogy. De ne is aludjon. Ja. Megtudja, hogy igen, most de már azért. Hol konkrétan. lesz a rendezvényetek most? Hát jövő hét, csütörtöktől indul Pomázon a a Magyar Fesztivál, és mindenképpen szeretnénk, hogyha ott lennétek ti is, minél nagyobb létszámba. Én azt tudom ígérni, hogy egy igazi betyáros kulatság lesz. Pénteken és szombaton vannak a rendezvények, előadásokkal, katonai próbákkal, közelharc bemutatóval, este pedig józúzós klasz, klassz, úgymond nemzeti zenekarok fogják a hangulatot fenntartani, úgyhogy mindenképp várunk benneteket oda szeretettel. No, hát nem, nem meg se tudtam volna, hogyha nem hívom föl Zsoltit, és nem kérdezem meg, hogy, hogy nem kell valami segítség tőletek, tehát ilyen egy őszinte tiszta vezető, akinek megvannak a képességei arra, hogy 15 éven keresztül egy csupa vezér alakból álló sokszáz fős szervezetet működtetni tudjon. Úgyhogy ezt azért el kellett itt mondanom Tiritján Zsoltról mielőtt tényleg visszavonulok, és ő beszél, csak hogy tudjátok, hogy kit is hallgatunk, és hogy miért tisztelem én őt ennyire és akkor hagyd kérdezek én is tőle, Zsolti, mert ugye szerintem kiveséztük Orbán Viktor beszédét, hogy, hogy lesz-e utánpótlása például a ti szervezeteteknek. Tehát akkor, amikor egy olyan világban vagyunk, akkor látjuk, hogy a fiatalokat a liberalizmus métejezi folyamatosan, amikor az okos telefon neveli föl az új nemzedékeket amikor az algoritmus abba az irányba tolja őket, hogy nem, hogy nemzetiek ne legyenek, nem, hogy a hazájukért ne rajongjanak, ne szeressék, ne legyenek büszkék arra, hogy, hogy magyarok, hogy európaiak, hogy az északi civilizáció kultúrköröz tartoznak, hanem már, már férfiak se legyenek majd, meg nők se legyenek majd. Tehát, hogy egy ilyen világban mennyi esélye van egy olyan szervezetnek, akár mint a betyársereg, vagy akár ennek az egész nemzeti gondolatnak szerinted? És ti hogy álltok ezzel? Mert látod, ugye azzal kezdtem, hogy öregszünk, vagyis hát Zsolti nem annyira, de én, én nekem ugye egyre kevesebb a hajam. Tehát, hogy, hogy lesz-e aki, mert, mert még mindig azért a derék a betyárseregnek, a 40-esek adják, hogyha egy ránézek. Tehát a... Sőt, egy, egyre inkább sajnos egyre jobban a 40 és hogyha őszinte akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a 40 pluszos kategóriába szárnyalunk, de sajnos a fiatalok között nem nagyon tudunk utánpótlást építeni, mert a fiatalokkal rendkívül sok gond van, probléma van, óriásiak a generációs különbségek, ez a modern technokratizmus, ez iszonytatóan kiveszi a fiatalok emberarcát, és nagyon nehéz őket bármilyen formában is egy közösségbe integrálni. Dolgozunk vele, tehát nem fel, Vannak nagyon tehetséges fiataljaink, de őszintén megmondom, a derék had és Isten igazából, tehát a mozgósítható réteg az a 40 pluszos generáció. De azért még őszintén meg tudom azt mondani, hogy bennünk még, főleg a 40 pluszosokban azért van egy olyan erő, hogy ez a korosztály az utolsó rohamra készen áll. Hogy nem kell itt megijedni. Az biztos, hogy a, a, a sértőkámát idézve, tehát az utolsó rohamra azért ott leszünk. Ráadásul ugye a világpolitika is, ahogy Laci nagyon mélyen szántan, ugye csak az ország egyik legkiválóbb oknyomozó riporter mellettem, tehát őnek ugye ez már szakmaisága is. Nagyon jól ki tudta elemezni, de ezt tényleg nagyon vegyük komolyan, hogy itt borzasztó állapotok fognak elkövetkezendő, úgymond hónapokon belül bekövetkezni, és nem feltétlenül csak a gazdasági a célzok, mert ha nézitek, itt egy olyan folyamatnak vagyunk a szemtanúi, ami nagyjából ugye most így, hogyha konkrétan ugye a folyamatokat tekintjük, akkor a Covid-dal indult el. Amikor beköszöntött a Covid első időszaka, akkor emlékszetek, már megjött az a fajta, úgymond szöveg, vagy inkább az a fajta kísérő duma, hogy Innestől kezdve vége van az életünknek annak az úgymond ismert szakaszának, ahogy eddig felnőttünk. Innestől kezdve már az a világ, amiben éltünk, oda már nem fogunk tudni visszamenni. Innestől kezdve változni fog minden, és nem tudjuk, mi lesz a vége. És ha megnézitek, ugye mondjuk 2019 nyarán azt hiszem pont itt a beszélgettünk egy fórumon, és mindenről beszéltünk, és jól jeleztük egy bizonyos formába előre itt a helyzetek durvulását, de azt nem gondoltuk volna. Hogy itt két éven belül egy, egy olyan szintű COVID-hullám, ami, ami ugye nem csak a gazdaságot, hanem valamilyen formában a társadalmat is hanyat vágja, akkor egy forrósodó háborús szituáció, ami tényleg egy, egy lépése van a világháború totális kialakulásától, a migráció iszonyatos eldurvulása, valamint az LMBTQ lobby, térnyerése, sőt, mi több most már egyfajta külön szakág, tehát egyfajta hatam hatalmi szakákként való megjelenítése. Tehát elképesztő, hogy mi indult itt el és én nem is látok arra lehetőséget, hogy ezek a dolgok ezek megforduljanak. Mert akik ezt elindították, azok ezt valamiért, ezt a folyamatot begyorsították. Nekik az a céljuk, hogy Európát és a fehér azt, mint, ugye, mint kontinens, és a fehér Asztot mint egy önálló identitást teljesen megszüntessék, teljesen felszámolják. Itt ennek az egész történetnek azért van egy olyan olvasata is, hogy ugye zajlik az a harmadik világháború, mert egyébként ez már lassan 2014 óta egyre forróbb állapotában van. Aztán 2015-ben volt a Puzsér robert egy vitám, és ott én ugye ezt már elmondtam, hogy valószínűsített, hogy a harmadik világháború előszobájában vagyunk ugye az irritáló, illetve durva, cinikus stílusából kinevetett. Nem annyira hülye gyerek a Puzsér, hogy ne fogta volna ezt fel. Egyébként meg az idő ebbe is ugye minden beigazolt, mert hogyha megnéztek most a jelen állapotok, amik az orosz-ukrán kapcsolatban zajlanak, tehát a melbevágó dolgok történtek. Ugye a világháborúnak a katonai megfogalmazása az, hogy a három, konflikt, három kontinensek itt terjedő, összefüggő fegyveres konfliktus. Na ez már szerintem 2014 óta, ha megnézzük ugye az összecsapó államokat, ez már bőven megvan. Ez az egész folyamat, ami az Egyesült Államok, illetve Oroszország, vagy burvában fogalmazva az Egyesült Államok, illetve Kína között zajlik, ez már réges óta három kontinensek ki van terjedve. Az pedig, hogy ilyenkor ki tudjuk-e venni magunkat, vagy ki tudjuk-e bújni ebből az egész helyzből, nem fogunk kibújni, és nem is lehet kibújni. Tehát így benne vagyunk abban a szituációban, hogy igenis, hamarosan, és szerintem egy éven belül, bár tévedjek és beszélek félre, és nem érnik az ebből semmi, de nagyon durván benne leszünk ebbe a forró háborús konfliktusban. Mert hogyha megnézitek, akik ezt az egész orosz-ukrán háborút generálták és kirobbantották, azok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ez a konfliktus mélyüljön és szélesüljön. Ha megnéztek most az orosz stratégiai irányvonalat, már nem arról van szó, hogy Donbass és Luhansk, hanem már arról van szó, hogy a nyeper vonala, és majd azon tovább megyünk, mert az Amerikai Egyesült Államok olyan szintű provokációkat követte folyamatosan, és nem csak a csapásmérő fegyverek oda szállításával, sok minden más egyéb dologgal is, hogy egyszerűen az oroszoknak nincsen más lehetősége. Egyébként a világ a világháború kirobbantói, a fő provokátorok mindig nagyon ügyesen meg tudták oldani, és általános jelleggel abból csináltak háborús bűnös, akit tudatosan belekényszerítettek a háborúba. Tehát meg kell nézni itt a második világháborútól kezdve visszamehetünk nagyon sok helyre. Háborús bűnösökről beszélünk, és közben nagyon nem ők voltak azok, akik valójában ezt az egész helyzetet generálták, vagy az adott világszakédiát előmozdították. Mint ahogy én ballom őszintén, hogy ma nem Vladimir Putin az, akit háborús bűnösséggel kell vádolni. Hanem itt az amerikai Egyesült Államokat, elsősorban az amerikai Egyesült Államokat, az Európai Unió teljes impotens vezetését, nem csak a háború suszítás, hanem a gyilkolás és a háború fenntartásának kiszolgálása, nem csak az a fajta gazdaságpolitika, ami tudatos árulás, mert ma az Európai Unió vezetői teljes mértékig lefeküdtek az amerikai Egyesült Államoknak, ezt csak a hülye nem látja. Ezek nem buták, nem bolondok, ez egy tudatosan végrehajtott, előre felismert cselekvési program, cselekvési terv. Minél hamarabb káoszba húzni a kontinest, minél hamarabb előidézni azt a formát, azt a, azt a, szituációt, ami összeomlasztja a társadalmakat. Ebbe ezek nagyon nagy művészek. Ugye majd, hogy nem több száz éve már, tehát láthatjuk a világtörténetet, ha végnézzük, tehát e, zseniális jó munkát tudnak végezni, ezt most persze ironikusan mondom. És én, e, no, hogyha most tényleg ilyen őszintén beszélgetünk, akkor azt is kimerem mondani, hogy én nagyon drukkolok Vágyimir Putyinnak, én maximálisan mellette vagyok. És én hiszek abban, hogy Európa megmaradása azon fog múlni, hogy minél jobban és minél jobban előjönnek az orosz harckocsik, és minél jobban kiszorítják erről a kontinensről azt az elmebeteg, abnormális amerikai, illetve bocsánat, szélsőliberális gondolkodást, amit ma az amerikai Egyesült Államok külpolitikája, illetve az amerikai Egyesült Államok, mint önálló kulturális entitás jelenít meg. És mielőtt megkérdeznétek, én nem itt az átlag amerikai emberre gondolok, nem a középnyugatira, nem a texasira, nem az Idahoira, vagy nem arra a srácra, aki a pólomon van, ő nem tudják, tudjátok ki csoda? Ő a Kyle Ritterhaus, egy fiatal ember, aki amikor a hazai ellensége az utcára vonultak, akkor kiment és a fegyverével hazazabarta őket. De most olyan jó sikert, hogy 3-0 a Kyle javára, és ennek függvényében, tehát nagyon szépen megmutatta azt, hogy mit kell tenni egy hazafinak abban az esetben, hogyha a tomboló és romboló csőcselék az utcára megy ami meg ugye Magyarországon is bármikor bekövetkezhet, és ilyenkor a nemzeti oldalnak is egy óriási felelőssége van ebbe, hogyha bármikor is tüntetünk és tiltakozunk, akkor a legelső, legfontosabb dolog, hogy a homály drogos provokátoroktól, a kommunista csőcseléktől, vagy az atlantisták ügynökeitől tisztítsuk meg az utcát. Ennek az úgynevezett hogy fogalmazza meg jelenségnek, amit én majdanizálásnak hívok, mert ahogy majd, ezt nagyon csúsa tudták ám járatni, ennek egyetlen egy fékező ereje van ma Magyarországon, és ez a Nemzeti Radikális Tábor. Annak a különböző nemzeti szervezetei és ti, akik tisztán láttok a pályán. Hogy véletlenül se legyen az, hogy egy tudatos és jövőben mutató tiltakozásból legyen egy szabálytalan előzés, amelynek az a vége, hogy káoszban, anarchiában és zsákutcában viszik az egész helyzetet. Mert most nagyon komoly erők vannak azon, akik erre töreksznek és ami, ami, nagyon lényeges dolog még, többek között a mi hazánk identitását is, az adta, hogy soha többet jobboldali erő balosokkal, szélső balosokkal, szélső liberálisokkal nem foghat össze. Úgyhogy ma azért egy olyan ember ül itt mellettem, aki ebben az elhivatásában nem csak kőkemény, gránitkemény. És én Torockai Lacinak a tisztánlátásában nagyon bízok, és nagyon hiszem azt, hogy ha ő elindít bármilyen olyan folyamatot, aminek a lényege az egészséges és normális tiltakozás, és a megfelelő nemzeti megszervezése, az soha nem fog zsákutcába kerülni, és nem lesz zsákutcába vezetve. És egy mondat a végére, amit itt rászkapnának bizonyos emberek, elemek. Tehát az orosz páncélosokat én nem kívánom, hogy Magyarországra jöjjenek, nem is fognak, mert nem is céljuk. Csak Ukrajnába jussanak minél erőbb, és minél jobban szorítsák ki, és minél hamarabb szabadítsák fel azt az ukrán népet, ami sajnos most hasznos idiótaként be van áldozva azoknak az úgynevezett világrontóknak, a tevékenységének köszönhetően, akik már nem egy, nem kettő esetben bebizonyították azt, hogy milyen pusztító háborúkat tudnak kirobbantani. És nagyon érdekes dolog az, hogyha már Európáról beszélünk, felteszek nektek egy kérdést. Európa, hogyha egy szimbólumot keresünk jelen esetben, Brüsszel vagy Moszkva számotokra, mi áll közelebb Európához? Brüsszel vagy Moszkva? Így van. Én szerintem ez, akiben bármilyen formában a hazafias nemzeti érzés van, független attól, hogy nekünk milyen konfrontációink voltak az oroszokkal az elmúlt mondjuk 200 évben. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy bizonyos történelmi eseményeket nem szabad már a 20. század szemüvegén keresztül figyelni. Nekünk itt a 20. században teljesen más meglátás szükséges. A múlt hibáiból, múlt tragédiából ne csináljunk aktualitást. Mert itt már régen nem arról van szó, hogy Vladimir Putyinban bármilyen formában kommunista diktátort látnánk. Mert szerintem, aki vagyimi Putyint kommunistának nézi, azt nagyon nem lát a pályán, én úgy gondolom. Aki meg Zenenski ebbe a drogos buzenásba felszabadító erőt, meg a szabadság bajnokát látja, az meg, hogy szoktam mondani, annyira hülye, hogy egy tavat se venne észre Finnországba, de ez most... Tehát... ez most ez. Ehhez, ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy Putyin mennyire kommunista, tehát hogyha ha tényleg kommunista diktátorok örököse lenne Putyin, akkor valószínűleg nem Kirill pátriárkát akarták volna kitiltani az Unióból, mint a fő ideológusát, tehát hagyjuk ezt a... Pontosan így van, egyébként ez a kommunista nosztalgia egy nagyon érdekes dolog, ez leginkább két régióra vonatkoztatható, ez pont a Donbass és a Luhansk, de ők is azért nyúlnak ez a kérdéshez, mert ők egyfajta nosztalgiával élnek abban az időszakból adódva, amikor még ugye Ukrajna a Szovjetunió része volt, és mivel ezek ugye ipartelepek, iparkörzetek voltak, náluk ez a fajta munkás arisztokrácia gondolkodás egyfajta privilégiumot biztosított. Többek között ezért is van az, hogy ott egy, kettő, három, tess, Ja, most pár, azt lehet van ez a zászló, vagy tudatosan fölhúzzák. Egyébként nagyon érdekes dolog, hogy mellette mindig ott van a cári András keresztes lobogó, valamint mindig ott van az, hogyha mennek a háborúba, akkor vagy templomból indulnak, vagy valami pópa megáldja őket. Tehát ugye ez igazából a vörös hadseregen nem volt nagyon jellemző. Legalábbis én úgy emlékszem. Hát, két nagyon részletes és alapos ö, elemzést hallottunk a háborúval kapcsolatban is. Az időnk sajnos azonban véges, és be kell fejeznünk a beszélgetést.